kell a két gumb. Már is szokott, vagy csiszkint? Hát, hogy magában. Hello, hello. Kamerák egyek lesznek. Hello. 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 Mi van itt, Jézus Atya Úristen? Norbi, hello. Norbi. Szia, Norbi. Szevasztok, jó reggelt, szevasztok. Hello. 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 Sziasztok! Szia! Hello! Szia! Na hát akkor Zemplén 3000-2020 az első nagy túránk. Látom, most összegyűltünk körülbelül 40-en már itt a benzinkuton. Ahogy tudom, Székesfehérvár, Kazincbarcika, Nyíregyháza, Debrecen, Budapest, nagyon sok helyről érkeztek a sporik, rengetegen vannak. Kezem van az itiner, ugye 10 órát tervezünk mára, már aki kirándul, aki nem kirándul, az kicsit hamarabb fogja ezt befejezni. 10 óra, ez egy nagyon kényelmes tempó, szerintem. Tavaly ezt kétszer kipróbáltuk, mind a kétszer tökéletesen sikerült, ebben volt egy 1 órás ebéd, csomó pihenő. A hegyekről. A hegyekről. Mivel kezdünk? Ugye kispart, nagypart itt a hátunk mögött, egy picit látszik is talán, itt fenn vannak a házak, két szuper üdülőhely. Ugye ez a legmeredekebb hely a Zemplénben, a kisparti emelkedő. Majd onnan, amikor kijövünk, akkor gerendásért következik. Ugye oda-vissza meg kell, hogy másszuk gerendásért, tehát mind a két oldalát. Északról délről. Majd amikor onnan kijövünk, akkor jön a radartorony, amit mindenki nagyon szeret. Az első kilométer ugye Murvás, amit az országút is nem annyira szeretnek, de megoldható, viszont utána nagyon kellemes aszfalt itt felfelé. Közben ebédelünk. Majd utána a radartorony után jön az ebéd, majd az ebéd után jön a másik nagy kedvenc, amikor háromszor kell Lászlótanyára fölmenni, ugye egyszer Kéket felől, egyszer Hollóháza felől, sziasztok! Majd utána Eszkáros felől, ha sikerül átmennünk Szlovákiába, már pedig úgy tudjuk, hogy sikerül. Ja, ez a program, ja és a vége felé a Slusszpoén, ugye amikor jövünk vissza, a Füzéri Vár parkolójához még fel fogunk gyorsan tekerni, vagy már nem annyira gyorsan, majd a tervek szerint 18 óra magasságában itt találkozunk ezen a benzinkuton. Közben ebédelünk, kocsmázunk, sörözünk, üdítőzünk, kávézunk, energiaitól, aki mit szeretne, nyilván aki hoz magával, az azt fogja megenni, de ez a terv, az idő nagyon tökéletes, szél nem fúj, nap süt, meleg is van, úgyhogy bízunk benne, hogy minden szuper lesz. Reméljük, köszönöm. Szívesen. Laci, hogy érzed, mint síkon tekerő záhonyi kolléga, hogy fog? Most még nagyon meg vagyok elégedve az egész rendezvényen. Majd a végén is megkérdezzük, akkor szerintem más lesz a véleménye. Nem lesz természetes a mosolyom, de reméljük jó megcsináljuk. Jó lesz. Ez egy jó buli, annak indul most ez még. Ez a lényeg. Köszönöm.
Jó. Ez 6-szor? Aha. Nem fáj. Ne szabad annyira hagyni egyszer több szömettel, mint ő. Vigyázz az autó hátulról! A kilátásért megéri majd fent.
Mennyi még, Krisz? Még 300-400 méter. Aha. Sokan mi? Jó, ez 200 méter. Fasza, fasza. Azt hittem elestél hirtelen. Vigyázz rá, hogy megy eddig, srácok? De az a baj, hogy egész héten fájt végig. Zoli, hogy megy? Gagya, mert van szétszakadt teljesen, de egyik mentő. Azt lesz számítva minden oké. Nekem, igen, és én rendezem. Tehát Józsi, hol vagyunk most? Perti bányán vagyunk, a Pitvaros vendéglőbe. Ez nekünk egy bevált és megszokott hely, ahol most egy menüt fogunk elfogyasztani. Bér pillanat is ideadod. És adománygyűjtés. Adománygyűjtés is lesz, igen. A menü az húsleves, nagyon finom házi húsleves, valamint rántott hús lesz. És a kedvencem, nem tudom látszik-e, ez az Edelweiss buzasör. Ezt itt szoktunk mindig inni, meg ajánlom mindenkinek, hogy fogyasszon. Úgyhogy nagyon jó, egyben a csapat. Haladunk, az itinér szerint nagyon jók vagyunk, úgyhogy ilyen kitartás továbbiakban is mindenkinek. Hogy megy eddig, srácok? Eddig nagyon jó, és a jutalom is megvan már. Nagyon jó, köszönjük a szervezést, egészségünkre eddig... majd az ebédet. Reméljük, hogy a hátralévő is ilyen jó fog menni. Honnan jöttetek, srácok? Agyúböszörmény. Debrecen. DKS-i. És hogy érzitek magatokat? Hogy megy? Rettentő jó. Nagyon jó. Remekül. Kicsit lehetnének keményebbek a hegyek. Lesznek. Lesznek. Tehát ugye az emelkedőt a sziányolom. Itt ott. Lesznek. Jó. Na, még hozzászokva, de jó lesz. Nagyon finom a felső. Nagyon jó a túra. Zemplén a legszebb része az országnak. Egy csípa paprika. Csípa paprika. Ezt ne hagyj ki. De főleg az észak zemplén. Igen. Hagyjam is a tovább. Most melyiket vetted? 5D4-et. Rá most nagyon csikorázik az erőt. Az inkább objektív lehet. Józsi, meg volt az első lászlótanya. Meg volt az első lászlótanya, nagyon jól ment. Egy baj van, hogy megint hideg van. Tudom, hogy nekem ez nyafogás, van az egyik sporink, aki azt szokta mondani, hogy mindig nyafogok, de én iszonyat fázós vagyok. Nem tudom ezt ki, hogy szokta megoldani, vagy mit csinál. De a keserű jól esett. De jól esett a vád, a keserű valóban, mellé a sör is. Még van két felmenetel, ez lesz szerintem a könnyebb, aztán utána kékedi a nehezebb, meg szeretnénk még egy füzért. Jó, ti neked hogy megy? Tengerpartot. Tengerpart? Hát én megettem 3 tányér levest. És egy kulacsot. Meg egy kulacsot. A másodikat, meg a palacsintát, úgyhogy van energia, van bőven. Kaja az nagyon jó volt. Meg ittem egy korsó sört, úgyhogy... Igen. Akkor igen. Erő van. Több, mint tavaly. Hol jársz szintben, Orbi? 2001-50 járónak meg volt kétszer kékedi. Két kéked? Két kéked. De honnan? Innen Lászlótany elágazástól. Egyszer feljöttünk vissza, oda-vissza csináltuk. A nehezén szerettünk volna túl lenni hamarabb. Értem. Így abszolvált.
Akkor ezért nem megyek. Ezt vegyük bele. Neki harmadik? Neki igen. Két László tanya már megvan, 2250 méter szintemelkedéssel, egész frissek vagyunk. Józsi, hogy érzed? Remélem, hogy ez is fog menni, de ez ilyenkor már fájni szokott egy picit, főleg ha tudod, hogy füzére is fel fogunk menni, úgyhogy ez még jobb lesz. De hogy érzed magad? Köszönöm, még bírom, de meglátjuk a tömegkedő végén. Hát most már lazábban fogunk menni. Nagyon lazán kell. Ez már menni fog szerintem. Szép az idő is, kicsit mondjuk fúj a szél, de szerintem nem lesz gond. És hogy minden, annyi lenne csak a kérésünk, hogy bemegyünk, kicsit szétnézünk, igen, és akkor jövünk, hogy mindenki lássa ezt, hogy ez itt van, de nem akarunk itt órákat, meg nem akarunk bemenni az épületbe, és azt mondta, hogy rendben van. Tehát ő megengedte, meg is adta a kontaktot, ezt az embert, aki itt van, és mondta, hogy ha ilyen van, akkor szóljunk, le lehet beszélni, és akkor beengednek minket. Miért ez egy régi kastély? Igen, igen. Ez egy rákosi kastély itt volt. Itt volt a kék túrának a nópontja régen, ugye a 60-as évektől. Na, három László tanya megvolt nekünk. Megvolt, nekünk is megvolt. Hogy érzed magad? Kiváltalan. Még egy László tanya bevállalok. Szinted mennyi, ha megkérdezhetem? Nem is húzom az időt. Várj, akkor indítom. Jó, és akkor... Hello, minden. 2780. Nekem is 2765. Akkor meg lesz 3. Nekem ugyanannyi, én nem tudom, mert az én műszerem nem úgy van beállítva, hogy érzed magad? Szarul. Az utolsó vászás az már, abban már nem volt energia. Én tök jól. Feltünk is. Erős vagy. Zsolti? Kisztenya? 3-2 szint, tehát úgy érzem magam, mint 3-2 szint után. De igen, mert te pluszba tehát is jól. Adtál. Tehát jól. Józsi? Én itt ez nekem megváltás volt most, hogy felértünk, mert én görcsöltem, ami nagyon régen volt, de szerintem kevés vizet ittam, mert ugye elkezdtem most inni, kezdett helyre jönni a dolog. Zsoltik adott egy Hammer szeletet, ami nagyon finom volt, meg toltam egy van nálam is, Hammer csak zselét itt meg lent megiszunk egy Atival, és lent fogunk frissíteni. Magnéziummal hogy állsz? Magnéziummal okay. Nagyon jól állok, mert ittunk már két sört, de szerintem szükség lesz egy negyedikre, meg kettessével isszuk. Thank you.
beszélgetés tempóba. Fel. Így arra kérnék valakit, hogy készítsen arról videót, hogy megfogod érni, és akkor neked is sikerült? De azt mondom, hogy szeretném odaadni, de nem szeretném a többieket ezzel, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál, viszont neked most nem tudunk adni, de azért örülünk, hogy itt vagy. Zoli volt, aki teljesítette, ugye? Akkor Zolinak én odaadom ezt, hogy ide vele is kapott. Jó. Adom a többieknek is, és ha el fog fogyni, akkor hozzuk a kocsiból, jó? Neked is megvan, ugye? 4000-rel, igen. 4000-rel. Micsoda? Mi az, hogy tudtad, csak vízből mondod? Ja, te azt hittük, hogy vízből mondod. Gratulálok neked, ez az te helyi iskolai vagy, ráadásul csapatunkhoz tartozol, úgyhogy külön gratulálok, hogy eljöttél, mert megcsináltad. Aztán Lászlónak is, aki szintén messziről jött. Itt a harmadik szervezőtársunk. Gyere ide közelebb, Viktor, mert neked is meg volt ugyan. Székesfehérváról. Ja, Székes, gratulálok. Vinokurov csapatása. Köszönjük, hogy ti ezen részt vettetek. Mindenki meg fogja ezt egyébként kapni, aki azokat meg, akinek most úgy érzi, hogy igen, van lenne. Igen, Laciéknek is is jel. Igen, Laciéknek is oda fogjuk adni. Már is jövök, akkor ezt várják. Köszönöm szépen. Ott volt a széken, lerakva, minden. Már füzéren jártunk. Akkor megvan. Kettő külön. Neked tervező társunknak adunk egy nagyon szép érmet. Zoli, jössz majd! Zoli, gyere! Te kaptál már érmet? Megpróbálsz szét. És akkor még várom ide a Mester Zoli csapattársunkat. Neked is meg van, ugye? Igen. Gyere ide, Zoltán. Gyere. Gratulálok a csapattársnak. Nagyon ügyesek vagy. Ezért kell eljönni, mert látjál, nem tudom fejedbe akasztani. Gyere, Laca! Vertinek is jár! Vertinek is jár! Gyere! Gyertek ide, nem menjetek messzire! Szolonát, Jóci, vagy mi van? Köszönjük, biztos meg volt! Igen, biztos, hogy meg volt! Grafikám! Ezt nevezem, barátom! Ezt nevezem! Igen, az biztos, hogy ez nagy szó! És oda a kamerába, Vertiként! Köszönjük! Ők is csapattársak! Ez nagy szó, gratulálok! Köszönjük szépen! Köszi! És virág, bocsánat! Nekem már nem jut? Mit akarsz? Most házasodtál meg, örülj annak, nem kell ez. Akinek külön gratulálok, hogy eljött, részt vett velünk, és Nórának, aki már hezitál, de megkapja, úgyhogy köszönjük szépen, Nóra. Meg akkor még egyszer mindenkinek, aki eljött. Csaba? Ti megkaptatok, Laci? Neki és hányan csináltak? Nem tudjuk. Aki itt van, az is csípmester. Zsoltinak. Józsi Zsolti. Zsoltika is megvan, neki már... Jönnek, nem tudok, amíg jönnek hárban, és nekik is meg lesz. Egy rászkontanyájuk volt már csak. Danelusi Laci, Lacinak. Laci is meg. Szerintem van. Lementek. Milyen volt a mai nap? Mihez tudod hasonlítani? Lábaid hogy vannak? Az van, nincs gond. Nincs gond. Ettél, ittál, minden rendben van. Sport csak itt a kinden van. Anyagiakban akkor lehet ilyet, azt majd kitaláljuk, milyen módon, mert ugye ezt nem tudják sokan, de ezt mi úgy csináljuk, hogy teljesen saját szabadidőnkből, tehát nekünk semmilyen, nincs erre semmilyen támogatás, semmilyen pályázat, ezt mi kitaláltuk, akkor úgy, hogy oda nézünk a kamerába Józsival, jó, mert így nem néztünk oda. Úgy? Már úgy így, így, persze így. Még egyet, hogy nem? Hát, ha jó, akkor... Hibátlan. Egy élmény volt. Azért egy pár szót mondjál már, hogy milyenek voltak a hegyek. Figyelj, eddig én 2000 szintet csináltam meg. Egy versenyen. Én úgy érzem, hogy hazatekernék a hagyjuk. Tehát annyi energia van bennem. Élmény volt, jó volt. Figyeljék a kaját, táplálkozásra. Evés, ivás. Nézted a tájat, tetszette? Természetesen, bringáztam már itt. Egy élmény volt, tehát köszönöm, hogy itt lehettem. Gratulálok. Köszönöm még egyszer. Jó, megszervezkétek, szuper volt a szervezés, mi az idő
beszéltünk róla, hogy végigcsináljátok, vagy nem, többször találkoztunk. Bennünk merültek fel kételyek, de amikor utoljára találkoztunk a László tanyán, akkor azt mondtuk, hogy innentől nincs megállás nektek is. Jó volt a banda, ez volt az egyik, meg az volt a másik momentum, hogy jó bekajáztunk is. Ez nagyon fontos. Volt pótlás, energiapótlás. Lábaid bírták? Azok vagyunk. Gratulálok. Meg jól megszerveztétek.